Véradással egybekötött újraélesztés képzést szerveztek a Pécsi Tudományegyetem diákjainak a Collegium Seraphicumban. A célunk az, hogy hagyományt teremtsünk, és fél évente lehessen a kollégiumban egy véradás. Emellett még talán az is, hogy a kollégisták látják, és helyben látnak egy véradást, és így talán még az elhaladók is, akik ugye most nem adnak vért, egy idő után kedvet kaphatnak. Nagyon sok ferences kollégista van itt, aki szívesen segít, viszont magától nem biztos, hogy elmegy egy véradó állomásig, viszont szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy itt a kollégium falain belül összegyűjjünk, és tényleg segíthessünk. Mind ferences kollégistaként, mind állampolgárként ez a társadalmi felelősségvállalásunk része. Nemrég kötöttük meg a két oldalú megállapodást, a Collegium Seraphicum, ferences kollégium és a Pécsi Tudományegyetem között. Azért adta magát ez a lehetőség, mert a 90 diákból, aki itt lakik, mind a 90 a Pécsi Tudományegyetem hallgatója. A keretmegállapodásunk volt gyakorlatilag az első lépcsőfök ahhoz, hogy szakkollégiumokká váljunk, és a második fél évet már valóban ferences szakkollégiumként tudtuk elkezdeni. És ez az első közös rendezvényünk. A Collegium Seraphicum 90 hallgatónkat befogadta itt az elmúlt évek során, és most érett meg tulajdonképpen a folyamat arra, hogy ezt formalizáltan az egyetem, illetve a Collegium Seraphicum között, illetve a ferences tartomány közötti együttműködés megállapodás keretében is rögzítettük. Egy nagyon fontos másik elem talán, amit ki lehet emelni, az a szakkollégiumi együttműködés, ami különböző tematizált aktivitásokban jelenik meg, illetve hát igyekszünk támogatni az itteni aktivitásokat egyéb olyan társadalmi szerepvállalás tekintetében is, ami azt gondoljuk, hogy a hallgatói létnek egy szerves részét képezi. Bízom benne, hogy a személyes jelenlétem, mert szakmailag is hozzá tudok járulni az itteni aktivitásokhoz.